A fedettpályás bajnokság mindig a télen végzett felkészülés jó felmérője, egyben eredményekkel igazolhatja, hogy készen állnak a szabadtéri szezonra is a fiatal fehérvári atléták. Kerék Patrik magas és hármasugrásban szerzett bajnoki címe nem volt váratlan, hiszen ő már az előző idényben is bizonyított. Voltak korábbi versenyek az OB előtt, és a nevezési listából és a ranglistából lehetett következtetni, de ugye a papírforma nem mindig jön be, de most örülünk, hogy ez így alakult. Hogyha valaki már a tavalyi évben szabadtéren is érmeket nyert, az szeretné ezt a sorozatot folytatni, és ezzel nem csak Patrik van így, hanem minden korosztálynak a fiai, lányai, hogy szeretnék megmutatni magukat, hiszen a versenyző azért versenyző, hogy kihozza magából a legjobbat, és mutassa meg a legfontosabb alkalmakkor a felkészültségüket, rátermettségüket. A két ugrószám most még jól megfér egymás mellett, ráadásul Patrik esetében hamar kiderült, hogy magasugrás mellett hármasban is jó adottságai vannak a kiugró eredményekhez. Tavaly ugrott először hármast, és rögtön országos bajnok lett fedett pályán, de korábban ő úgy jött és került hozzám ugróedzőhöz, hogy ő magasat szeretne ugrani, és akkor megismerkedett a hármasugrással. Ez egyből a szempontból ugrószakágon belüli sokoldalú képzést takar, viszont a mai napig szándékosan nem döntöttük még el, hogy csak az egyik számra tegyük a hangsúlyt, hiszen ez a kettő versenyszám ebbe a korban még nagyon jól kiegészíti egymást. A fedettpályás versenyek után a felkészülés fókuszába most már a szabadtéri szezon kerül az előre meghatározott célokkal és versenyekkel. Újra kezdődik a félig meddig az alapozás, várjuk a nyári szezont, a versenyeket, megint lesz egy országos bajnokság, és lesz újra egy U18-asoknak megrendezett EJOF. Ami a célja szerintem. Mi elsősorban az utánpótlás eseményekre fókuszálunk. Idén az U20-as korosztálynak lesz Európa-bajnokság, az U18-as korosztálynak pedig EJOF lesz, úgyhogy ez a két nyári esemény július végén és augusztus elején az, ahova szeretnénk nem egy versenyzőt kijuttatni. A tervek szerint Mészáros Balázs és Blauman Marcel az U20-as Európa-bajnokságon futhat, Trenka Ádám és Kerék Patrik pedig Mariborban az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon képviselheti az Arakot.